izgalmas, fájdalmas és meseszép. Ópium keringő címmel Karádi Katalinról szóló darabot láthat a közönség a Pesti Magyar Színházban. A szerző-rendező Lengyel Ferencet kérdeztük. Tulajdonképpen 12 stáció a mű, tehát 12 monológ, és 13 dal van, mert egy dallal indul, és ezek a legismertebbek Karádi dalok, tehát fülbe mászó dallamok, mindenki hallotta már és ismeri. De egy újdonság az, hogy a Modern Art Orchestra játszik, elejétől végig az előadás alatt zene szól. Tehát soha nem áll meg a zene. Tehát ez egy folyamatos lüktetés, és izgalmas is ugyanakkor. Természetesen egy kísérlet, hogy lehet tulajdonképpen a mozit és a színházat egybeolvasztani. Karádi Katalin szerepében Pataki Szilviát láthatja a közönség. Nem könnyű olyan szempontból, hogy én magam testesítem meg az összes karaktert, aki a filmben szerepel, hiszen ez egy film tulajdonképpen. Jelen időben mesélem el a történetet, mintha most történne, ugye egy kamera végigveszi az arcomat, amit mögém ugye ki is vetítenek. Tehát minden apró rezdülés és mozzanat végigkísérhető, illetve ugye a zenekar, akik szerves része az előadásnak, mert nem csak a dalok közben hallhatjuk őket, hanem belem pulzálnak tulajdonképpen az egész előadás során. Úgyhogy ez egy összetett, és azt gondolom, hogy csodaszép kihívás most. Nem spoilerezek, hogyha azt mondom, hogy minden monológnak az a lényege, és az egészből az vonzott, az egész történetből. Tehát nem a tragikus elemek, vagy a nagy dráma. Az érdekelt, hogy mi van egy emberben, amikor magánzárkába tölt 3 hónapot, és mindenféle aljaságokat elkövetnek ellene. Tehát mi van az emberben, milyen gondolatok motoszkálnak. Karádi számai nagyon közel állnak a lelki világomhoz. Nem egy az egybe énekelem úgy, ahogy ismerhetik a nézők a Karádi dalokat, mert Subic Gábor zeneszerzőnk jazzes, modern jazz világába hangszereli, és eszerint készülünk erre, úgyhogy nagyon izgalmas hangzást kap. Minden szám egy kicsit más, mint amit eddig megszoktunk, és nyilván idomul ahhoz a stációhoz, ami előtt vagy után épül a dal.